Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Folytatjuk sorozatunkat, amelyben a Debrecen környéki települések polgármesterei értékelik az idei évet. Mit terveztek előzetesen, mi az, ami ebből teljesült, mit írt át esetleg a járványügyi helyzet? Fejlesztésekről, beruházásokról és jövő évi célokról, elképzelésekről lesz szó a következő percekben. Vendégem a stúdióban Tasó Béla, Nyíradony polgármestere. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Polgármester úr, előzetesen 2021-re mi az, amit terveztek, mi az, ami megvalósult ebben, és ahogy utaltam is rá, a pandémia mennyire húzta át ezeket a számításokat? Ugye a 2021-es év kezdetén azt a célt tűztük ki a város képviselőtestületével együtt, hogy mindenképpen szeretnénk, hogy a település lépjen egyet előre ebben az évben is. És én azt gondolom, hogy a járványhelyzet ellenére és az által okozott nehézségek ellenére sikerült is. Számos fejlesztésről tudok beszámolni, amely meg is valósult, vagy éppen folyamatban van még, de már a végéhez közeledik. Ilyen nagy jelentőségi dolog, és ugye a járványhelyzettel kapcsolatos nagyon fontos dolog, hogy nagy mértékű egészségügyi fejlesztés valósult meg településünkön, hiszen egy 25 éves álom vált azzal valóra, hogy mentőállomás épült a településen. El is készült már az épület, mintegy 300 millió forintos beruházás keretében, határon átnyúló támogatásból, valamint ugye a külügyminisztérium és külügyminiszter úr külön támogatásának köszönhetően. Február 1-től kezdi meg működését hivatalosan a mentőállomás Nyíradonyban. Állandó egészségügyi felügyeletet jelent ez a településen és a térségben élők számára is természetesen. A mentőállomás jelenléte valóban egy nagy előrelépés az egészségügy területén. Ráadásul, ha már az egészségügyet elkezdtük így fejleszteni, azon dolgozunk most is, hogy a következő év elején, tehát 2022-től szakrendelések is legyenek Nyíradonyban. Ennek az előkészítése most zajlik. Előzetes igényfelmérés történt a lakosság irányába már ezzel kapcsolatosan, és az évet egy egészséghéttel zártuk, ahol már szakvizsgálatok is történtek, akár legyen szó szemészeti szakvizsgálatról, csontsűrűségmérésről. Ez volt az úgynevezett bevezetés ennek a dolognak, és a jövő évnek az első negyedévében ténylegesen is megvalósul ez a nagymértékű egészségügyi fejlesztés a településen. Hány embert lát majd el ez a mentőállomás? A mentőállomás a térségben és a járásban élő 25 ezer ember egészségének megőrzése érdekében létesült. Úgyhogy ez nagy volumenű dolog. Ugye a településen 8000 lakosa van Nyíradonynak, közel 8000 lakosa van Nyíradonynak, és ugye a térségben mindösszesen 25 ezer ember ellátásáról fog majd gondoskodni. Polgármester úr, és ha már fejlesztésekről beszélünk, én mondtam ezt megelőzően, hogy beütöttem a település nevét, mellé tettem az évszámot, és rengeteg más beruházás is jött. Kezdjük mindjárt az ipari parki beruházásokkal, és azt hiszem, hogy ez egy fontos helyszín is egyben. Bizony, a település egyik legjelentősebb fejlesztésének, beruházásának neveztük ezt a képviselőtestület tagjaival együttesen, hiszen lehetőséget teremt munkahelyteremtésre természetesen, és ez nagyon fontos dolog, hogy megteremtjük azokat az infrastruktúrális feltételeket, amely lehetővé teszi majd azt, hogy a településen működő, már működő, vagy a településre települni szándékozó vállalkozások számára megfelelő gazdasági környezet alakuljon ki. Ez egy nagyon fontos dolog. Napok kérdése, és elkészül ez a beruházás is, tehát ennek az évnek a végéig ez le is fog zárulni, az infrastruktúra, a szükséges infrastruktúra kiépítése, de már tervezzük a megépült és elkészült ipari park bővítését. Hány hektáros területről van itt szó? Jelenleg 25 hektár a területe, további 36 hektárral szeretnénk ezt bővíteni. El is kezdtük, felvettük a kapcsolatot Debrecen megyei jogú várossal is, hiszen a térség Hajdú-Bihar megye, és mondhatom azt, hogy az egész ország egyik gazdasági motorja a Debrecen.
és az ő segítségükkel, illetve a Debrecenben már átélt tapasztalatok segítségével készülünk majd a következő évben már az ipari parkunknak a további bővítésére. Már most vannak jelentkezők, betelepülni szándékozó vállalkozók, ez nagyon nagy dolog, és látszik is, hogy van létjogosultsága ennek. Polgármester úr, a már említette, hogy van, amit terveznek, de vannak már jó néhány olyan beruházásuk is, ami folyamatban van. Igen. És ha itt jól emlékszem, itt beszámoltunk arról, hogy itt szálloda épül, látogatóközpont épül. Hogy áll most ez a projekt? A látogatóközpont is gyakorlatilag egy 80-90%-os készültségben van. A település turisztikai vonzerejét hivatott növelni ezzel, illetőleg mivel ez az ipari park szomszédságában található. Nagyon fontos dolog az, hogy a vállalkozások nem csak a szükséges infrastruktúrát keresik, nem csak területet keresnek, hanem azt is megnézik és megvizsgálják, hogy milyen rekreációs lehetőségei vannak a munkavállalóik számára a településen, az adott településen. És ebből a szempontból is nagyon fontos dolog ez. Arról nem beszélve, hogy ugye az Alföld legnagyobb összefüggő erdőterületét, a Gúti erdőnek a kincseit és értékeit kívánja majd ez a látogatóközpont bemutatni. Ehhez kapcsolódik egy gasztrofalu kialakításának a terve is, valamint ugye a már említett hotel és ugye a szálláshelyek számának a bővítése is folyamatban van. Ráadásul nagyon fontos dolog, hogy ezt egyesületek, illetőleg vállalkozások pályázták meg, kaptak rá támogatást, és áll szándékukban ezeket megvalósítani. És ez nagyon, nagyon fontos dolog, hiszen nem csak az önkormányzat, hanem ugye a gazdasági vagy a civil szféra szereplői is hozzájárulnak ahhoz, hogy a településünk tényleg tudjon egyet előre lépni, ahogy az év elején ezt terveztük is, és ez irányban nagyon jól haladunk, úgy tűnik. És ugye négy csillagos szálloda lesz, ugye? Tehát nem is akármilyen szálloda. Nem is akármilyen szálloda. Ez is fontos dolog. Minőségi szálláshely, így van. A rendelkezésre álló szálláshelyeknek minél magasabb kategóriában történő megvalósítása. Ez is egy fontos dolog. És ugye pont a pandémia miatt ugye a helyi turizmus, tehát az országon belüli turizmus erősödését tapasztalható, és nagyon jó, hogy ebben településünk is tud lehetőséget biztosítani hamarosan, hogyha megvalósul majd ez a beruházás is. Na hát ez már a közeli jövő. Így van. Tervek, távlati célok, mivel számolnak 2022-ben? Ez a vacak pandémia, ez lehet, hogy még itt marad velünk. Hát sőt, igen, sajnos mondják, ezzel együtt hogy az ötödik hullám a küszöbön talán. Sajnos ezzel együtt kell élnünk, és emellett kell terveznünk és megvalósítanunk. Komoly beruházásokat tervezünk. Ebben az évben már elkezdődött 2021-ben egy komplex városi területet érintő útfelújítási program. Ennek a következő lépése lesz majd a belterületi utak vonatkozásában, hiszen van még sajnos olyan útnyiradonyban, ami nem aszfaltozott, nincsen aszfalt réteggel ellátva, nincsen portalanítva, ahogy ezt ugye a szakemberek mondják. Ez egy nagyon fontos előlépés lesz, hogy azok az útjaink, amelyek nem rendelkeznek jelenleg aszfaltburkolatot kaphassanak, pályázati támogatások segítségével próbáljuk ezt majd megvalósítani. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a település vonzerejét, vagy a település élhetőségét tovább növeli majd. Ugyanígy a zöld területeinknek a rehabilitációja, ez ígyben is elkezdődik, már van nyertes pályázatunk, megújulnak a városi parkok, zöld felületeket teremtünk, és ezt célul is tűztük ki 2019-ben, októberében, hogy a ciklus végére megpróbáljuk legalább 20-25%-kal megnövelni a településnek a zöld felületét. Ez egy fontos dolog. A klímavédelem szempontjából is, bocsánat. Mielőtt bejöttünk, említett még egy, nem tudom, hogy arról lehet-e már beszélni, tudunk-e arról beszélni, hogy a küszöbön van itt még egy másik, a mentőállomás mellett egy másik beruházás is. Igen, állami beruházás keretében valósul meg, és megint csak a már említett ipari park szomszédságában létesül egy tűzoltó laktanya. Ennek a közbeszerzési eljárása már elindult.
a kormány támogatásának és országgyűlési képviselőnk munkájának köszönhetően már a forrás megteremtés is megtörtént, és a jövő évben ténylegesen is elkezdődik ennek a tűzoltó laktanyának a megvalósítása, ami megint csak az emberek biztonságérzetét fogja növelni a településen és a térségben egyaránt. És Nyíradony szerepét mindinkább felértékeli ezek szerint. Így van, hát törekszünk erre, hogy ugye a járásszékhely és a térségi központi szerepet megerősítsük, és tényleg minél több lehetőséget teremtsünk a településen vagy a térségben élő emberek számára, akár a közszolgáltatások, akár az igénybe vevendő vállalkozások által biztosított szolgáltatások tekintetében, vagy éppen a turizmus területén. Feladat akkor azt hiszem, hogy 22-re is lesz elegendő. Tasó Béla, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és elmondta mindezt. Én is köszönöm a lehetőséget.